Október első napja minden évben az idősekről szól, akiknek sokan köszönhet minden további nemzedék. Budakalászon több mint egy évtizede szervezi a rendezvényeket, ebből az alkalomból a Viola Egyesület. Ilyenkor a beszélgetés, a vendéglátás és a zene kapja a főszerepet. A faluházban tartott idősek világnapi rendezvényen dr. Göböl Richárd polgármester mondott beszédet. Elsősorban azt látom, hogy ugye azt mondják az idősekről, hogy ők semmire nem érnek rá. Hát ahhoz képest elég szép számmal összejöttünk. Én az időskort egy olyan titokzatos életkornak tartom. Én magam is, majd megtetszik hallani a beszédembe, hogy ezt kutatom, és ezzel kapcsolatban mondok el néhány gondolatot. Van egy általam nagyon tisztelt professzorom, dr. Iván László, aki ennek az időskornak a tudósa. Én Magyarországon őt tartom ennek a kornak, az igazi kutatójának, és olyan embernek, aki kézzelfogható segítséget ad ezeknek az idős embereknek, köztük már nekem is, hogy hogyan kell ebben az életkorban élni. Fiatalnak nem is akarjuk érezni magunkat, egyszerűen ezzel a korral boldogan akarunk élni, ami nem lehetetlen. Budakalászon nagyon összetartó a közösség, ez megérződik az időseknél is. Igen, talán az időseknél még inkább, a fiataloknál azért vannak kételjeim, elnézve az ünnepségeinket. Itt valóban az idősek azért összetartóbbak. Fontos az összetartó közösség minden korosztályban. A Viola Egyesület programjaival erősíti a tagok kapcsolatait, nem csak egymás között, de más szervezetekkel is. Nagyon-nagyon gyorsan kellett cselekedni, mert egy kicsit elkéstük a szervezéssel, de végül is, hál' Istennek minden összejött, és minden sikerült. Úgyhogy a művészurat is sikerült elérnünk. Polgármester úr is elfogadta a meghívásunkat. Csaba is, bocsánat, Balogh Csaba is itt van. Úgyhogy pillanatokon belül kezdünk. Ami a legfontosabb, hogy nagyon nagy számú közönség érkezett. Nagyon örülök neki. Éppen arra voltam, délelőtt nézegettem az elmúlt évek eseményeit. Kiderült, hogy itt a 11 évvel ezelőtt kezdte el a Viola Egyesület ennek az idősek világnapjának a szervezését. Egyedül akkor mi ezt kitaláltuk, egyedül csináltuk, és akkor a sikere lett, hogy a következő évtől már a faluházzal együtt. Egyre nagyobb szabású, egyre izgalmasabb a dolog. Az egy szál harangvirággal kezdődött az ismert táncdalénekes Bakacsi Béla koncertje a faluházban, ahol az időseknek szóltak a dalok. Hál' Istennek, most már másodszor vagyok itt ebben a gyönyörű művelési házban. Ugyanezen a rendezvényen, és hát nagyjából ugyanarra számított a közönség tőlem, ugye egy korosztály vagyunk teljesen, és körülbelül azokat a dalokat fogják hallani, ami ifjúságok legnagyobb slágerei voltak. Sokat fogok a fesztiválok dalai közül énekelni. Egy szál harangvirág mindjárt azzal, Szécsi Palika 69-es dalával köszöntöm a közönség, mert nem hoztam többet, csak egy szál harangvirágot. Akkor a 66-os fesztiválról a saját dalomat, a 67-es fesztiválról a Palinak a Csak egy tánc volt, a Gyuri énekelte, bár azt nekem írták azt a dalt, de a Gyuri énekelte el végül is a Bocsánat, hogy csak érdem című dalt. Hofinak a Lazítani dalát, Mikor jössz már én felé, már nagyjából ezek. Újabb közös élménnyel gazdagodtak a rendezvény résztvevői, akiknek az Orpheus Melody Duo húzott talpalávalót. Az ingyenes programon az ő zenéjükre táncolt az elegánsan öltözött közönség. A Viola Egyesület további őszi rendezvényekkel várja majd az érdeklődőket a közeljövőben.